Ezt a bovországyút használták a lengyel csapatok 1939-ben a II. Világháború kitörésekor. Ezt is bemutatták a lengyel hagyományőrzők sok más fegyver mellett a Benczúr téren szombat délelőtt. Minszk-Mazoveckiben működik a 7. Ulánus ezred baráti köre, ezen belül egy történelmi rekonstrukciós csoport, ők gondozzák ezeket a fegyvereket. A lengyel Ulánus olyan, mint a magyar huszár, vagyis könnyűlovas katona. Többek között a hasonlóság miatt szerettek volna egy vendégtárlatot szervezni Nyíregyházán. Amikor én kinyártam tavaly Minszk-Mazoveckibe, ott az Ulánus Múzeumba vittek minket, és olyan jó barátságba keveredtem az igazgatóval, Lesek Celejjel, és mondom, hát Nyíregyházán vannak huszárok. Lehetnének itt ulánosok is? Azt mondja, persze. És akkor tulajdonképpen így jött össze, és kértem, hogy akkor, ha jönnek, akkor úgy jöjjenek, hogy sok tárgyat hoznak magukkal, hiszen ugye a fotó az egy dolog, de az, hogy lássa az ember, meg megérinthesse egy ulánus egyenruhát, egy fegyvert, láthatja a felszerelését, a nyergeket, hiszen ezek lovaskatonák voltak. Az ulánusok fő fegyvere a lándzsa és a szabja volt, ezeket is láthatják az érdeklődők. A fotók és festmények pedig a két világháború közötti időszak mindennapjait elevenítik fel a látogatók előtt. A tárlatot a március 23-ai Lengyel-Magyar Barátság napjához közeli időpontra tervezték. A Nyíregyházára érkezett emlékek a lublini 7. ulánus ezredhez kötődnek. Prezentujemy oryginalne zdjęcia rejestrujące życie siódmiaków. Olyan értékes tárgyakat hoztunk ide, mint például az ulánus nyergek, amelyet a lovaskatonák használtak, illetve személyes tárgyak és különböző egyenruhák, amelyek segítségével megismerhetik a különböző időszakok öltözeteit és a katonák mindennapjait. W okresie 1918-1939 roku. A lengyel ulánusok története egészen a 18. század elejére nyúlik vissza. Az első ezredet 1720-ban hozták létre. A nyíregyházi kiállításra érkezett emlékek főleg a két világháború közötti időszakot mutatják be. Lengyelország 1918-as függetlenné válása után is jelentős szerep hárult az ulánusokra a hadseregben. Az ő emléküket őrzi a lublini 7. ulánus ezred. A vendégtárlat június 5-éig látogatható a Józsa András Múzeum első emeletén.